Köszöntöm kedves nézőinket Sipszó után című sportmagazinunkkal. Most hétvégén újabb fordulóval folytatódott a Tolna megyei kézilabda bajnokság a Gézengúz UKC résztvételével. Csapatunk két mérkőzést játszott szombaton, és újabb két pontjával továbbra is őrzi második helyét a tabellán. Január 26-án szombaton Simontornyán rendezték meg a Tolna megyei kézilabda bajnokság aktuális fordulóját. Csapatunk két mérkőzést játszott vegyes eredményekkel, a házigazda Simontornya és a Dunaföldvári Holleru FC együttesével. Az első mérkőzésre úgy készültünk, hogy ez egy könnyű mérkőzés lesz. Előfordult ez már másokkal is, hogy csak a meszt küldtük fel a pályára. Sajnos mi is így jártunk, egész héten a Holler ellen készültünk. Sőt, az elmúlt időszakban csak ellenük tudtuk, hogy ő egy erős csapat. Rájuk koncentráltunk, náluk kijött az a motiváltság, az a felkészültség. A Simontornya ellen sajnos ez most elmaradt. Úgy látszik, sikerült a visszavágás a 4 gólos vereségért, amit Tamásiban szenvedett el a csapat. Sikerült visszavágni, azért tudni kell, hogy összeálltunk, edzettünk párat, elmentünk Tamásiba. Azóta heti rendszerességgel legalább egyszer vagy edzünk, vagy van edzőmérkőzésünk, úgyhogy ezek a régi megszokott mozgások visszajönnek szépen lassan. Azért annak is köszönhető ez a győzelem most. 2 hét múlva újra Simontornyán játszik az együttes. Igen, 2 hét múlva megint itt játszunk. Én azt gondolom, hogy a Hőgyésszel és a Madocsával fogunk játszani. Ugye most ellenük nem játszottunk. Ez nagyon érdekes, adhok módon van a kiírás, nem lehet azt mondani, hogy 2 hetes rendszerbe, utána talán 1,5 hónapig nem csinálunk semmit, vagy nem lesz forduló, csak edzeni tudunk, úgyhogy így sokkal könnyebben tudunk készülni az, hogy meg tudjanak jelenni a játékosaink a mérkőzéseken. Most nyíltá vált a küzdelem a bajnoki címért, hiszen elszenvedett egy vereséget a Holler. Nyíltá vált a bajnoki cím, de nekünk a fő célunk az, hogy a játékosok, a mi játékosaink, ugye szülők, edzők, hogy a hazai környezetbe ki tudjanak jönni, a gyerekek meg tudjanak minket nézni. Igazából a mozgás örömért csináljuk, nekünk még másodlagos az, hogy most hanyadik helyen végzünk a tabellán. Akkor tulajdonképpen ez egy baráti társaság. Ez egy baráti társaság, úgy alakult a szoros mérkőzéseken, ugye a sportolói lét, a múlt az kijön ugye az embereken, és küzdeni akarunk, győzni akarunk, de ez tényleg arról szól, hogy mindenki mozogja, mindenki érezze jól magát, és otthon a gyerekek, szülők, barátok, barátnők meg tudjanak minket nézni, hogy milyen, amikor mi kézilabdázunk. Pár szót azért kéne szólni, hogy alakult össze, hogy hogy állt össze ez az együttes, hiszen a kalocsaiak nem nagyon ismerik még ezt a csapatot. Ez az együttes egy pünköst kupán a sörsátorban alakult, meg ott találtuk, hogy a régi edzők, régi játékosok, akik most a Gézengúz UKC-ban edzősködnek, vagy szülők, akik régen játszottak itt Kalocsán, megbeszéltük, hogy összeállunk. Először ez volt egy 7-8 név, és hogy írtunk egy listát, 22-3-an hip-hop összejöttünk, és mindenki nagy örömmel fogadta, és azóta is vannak célok, akarunk tovább menni, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó dolog lett. És miért éppen a Tolna megyei bajnokságba indult az együttes? A Tolna megyei bajnokságban versenyrendszer vagy tornarendszerű lebonyolítás van, a Bács-Kiskun megyei bajnokságban meg minden hétvégén lenne forduló. Mindegyik, többen vagyunk edzők, akik járunk a csapatokkal mérkőzésekre, és így azért nem tudtuk bevállalni, hogy minden hétvégén forduló legyen. Meg a csarnokunkban az egyéb más sport, az ugye elveszi az időpontokat, és már nem akartuk másoktól mi is elvenni. Szombaton azonban nem csak a Gézengúz játéka mutatott vegyes képet, hanem a Dunaföldváriaké is, hiszen ők is egy győzelemmel és egy vereséggel zárták a hétvégét. Nem mindegy, hogy ki az ellenfél. Tehát én azt gondolom, hogy azért játszottunk különböző mérkőzést, mert a kalocsai csapat egy sokkal szervezettebb, sokkal rutinosabb csapat, mint a hőgyészi csapat, ahol teli vannak fiatalokkal, rengeteg rutint kell még szerezniük, és nyilván az ember mindig vagy a csapat annyit játszik, amennyit az ellenfél megenged neki. Lehet érdeklődni arról, hogy miért lépett vissza az MB2-ből a földvári csapat? Sajnos anyagi problémák voltak, és a vezetőség úgy döntött, hogy nem tudja vállalni a folytatását, és ennek következtében ők döntötték el, hogy vissza kell lépnünk a bajnokságtól. Akkor tulajdonképpen most ez az együttes indult a Tolna megyei bajnokságban. Hát igen, de közben volt eligazolónk is már, mert a Kalocsának a másik csapata az egyik irányítónkat elvitte, illetve rengeteg sérültünk van. Most is 3-4-en betegen játszottak, influenzával küzdködnek, illetve volt olyan játékos, aki el se tudott jönni, egy pedig sielt. Tehát nem ez a teljes keretünk, ettől egy kicsit erősebbek vagyunk, de jelen pillanatban ezt tudtuk játszani. Mi lesz akkor a földvári egykori nevezetes
kézilabdával? Hát igyekszünk újra föltámasztani. Én remélem, hogy annak az elvét tudjuk követni, hogy egyet hátra, kettőt előre. Pályázati pénzből úgy néz ki, hogy el fog indulni a csarnoknak az építése, illetve megpróbáljuk, hogyha a lehetőségek engedik, akkor a következő évben MB2-be folytatni a szereplésünket újra. Ezzel a vereséggel most nyíltá vált a bajnokságért való küzdelem. Igen, nyíltá vált, de ne felejtsük el, hogy az előző mérkőzésen ugye a kalocsai csapat ugye kikapott, és az első fordulóban megvertük őket, tehát igazából azt mondom, hogy a döntő mérkőzés talán, hogyha tudunk jól játszani, akkor majd a rákövetkező fordulóban az egymás elleni mérkőzés lesz, ami igen fontos lesz számunkra. Nem szokatlan ez a csapatnak, hogy két hetente vagy még annál is rapszodikusabb időközönként kell játszani az együttesnek? Hát az a baj, hogy nagyon keveset edzünk. Ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor egyéb elfoglaltságok és más okokból kifolyólag keveset edz együtt a társaság. Tehát itt is engem az például borzasztóan zavar, hogy itt kell taktikai elemeket elmagyaráznom. Megértik, meg tudják csinálni, de nem az edzésen gyakoroljuk ki ezeket a megoldásokat, hanem itt kell a mérkőzésen táblával magyarázkodnom, hogy ez kéne, az kéne, amaz kéne, és végre tudják hajtani. De ugye, ami nincsen benne a kezekben, meg a lábakban a mozgás, alapvetően megcsinálják, de azért a gyakorlással sokkal előre lehetnénk, és pontosabbak is lehetnénk. Ettől még azért bajnok esélyes a Földvár. Hát a megyébe, igen. De hát ugye azért az is látni kell, hogy játszottunk 6 mérkőzést az MB2-ben az ősszel, 0 ponttal. Én azt mondom, hogy voltak nagyon biztató mérkőzéseink, de nagyon kevesen voltunk. Azért azt látni kell, hogy az Ariel eligazolt, ugye volt egy kubai légiósunk, ő eligazolt. Látnunk kell, hogy a Pak Alex sérült a vállára, a bátyja az abba hagyta a kézilabdázást, illetve nagyon fiatal Szapu Norbert még a bajnokság kezdete előtt egyetemi tanulmányok miatt Veszprémbe igazolt, és nekem az MB2-es mérkőzéseken a első posztra 60 percet 3 játékosnak kellett végigbírni, és hát egy az, hogy ebbe a mai kézilabdában nem lehet, de az ő fizikai állapotukra is hagy kívánni valót maga után. Hát akkor kívánunk a Dunaföldvárnak egy nagyon gyorsan megújuló jó kis csapatot. Hát sok mindenem fog múlni, nagyon szépen köszönjük, ugye nyilván, hogy mit fogunk játszani, bár azt gondolom, hogy lehet, hogy azt fogja a szövetség mondani, hogy csak az juthat föl, aki megnyeri ezt a tornát, de ugye a kalocsai csapat nem Tolna megyei, tehát esetleg, hogyha a probléma adódik ebből, és ebből van választási lehetőség, még lehet az lesz, hogyha ha esetleg a Kalocsa mögött végeznénk másodiként, akkor is tovább juthatunk, mert a Tolna megyét tulajdonképpen mi nyerjük meg, mert azt mondhatom úgy, hogy a Kalocsa ebbe a bajnokságba egy vendégcsapat. A hétvége a házigazdák számára volt a legeredményesebb, ugyanis ők mindkét mérkőzésükről győztesként vonulhattak le a pályáról. Ezek közül az egyik alkalommal, mondhatni nem várt módon, a kalocsai gézengúzókat győzték le 24-17-re. A múltkor az előző mérkőzésen kikaptunk 10 góllal a Kalocsától. Örülök neki, nagyon küzdöttünk, nagyon hajtottunk, mindent megtettünk a győzelem, és hál' Istennek sikerült. Esélyesen volt a vendég együttesnek most ellenetek. Igen, mert próbáltunk gyors gólokkal, minél hamarabb, hogyha ők is gólt lőttek, mi is minél hamarabb próbáltunk vissza gyors lerohanásokkal, és sikerült, hál' Istennek. Kevés zicsert hagytunk ki, úgyhogy sikerült, örülök neki. Mi lesz ezután? Pihenő lesz, mert 2 meccset lejátszottunk, úgyhogy ránk fér egy kis pihenő. 2 hét múlva folytatás, visszavágó, és akkor megint megmérkőzünk. 2 hét múlva ismét itt Simon tornyán. Így van. Simon tornya lesz ismét a pálya. Mi Veszprém megyében is játszunk, hogy kitűztünk magunk elé egy jó nehéz feladatot, mert utána jön nekünk egy harmadik mérkőzés is Veszprém megyébe. Hogy indult a Simon tornya ennek a bajnokságnak, a Tolna megyei bajnokságnak? Milyen célokat tűzött ki? A célok az voltak, hogy minden meccset ki tudjunk állni hiánytalanul, mert a tavalyi bajnokságban volt olyan, hogy a csapat úgy indult el a mérkőzésekre, hogy létszámhátrányos helyzetbe. Úgyhogy mindenképpen az volt a cél, hogy minél többen legyünk. Most hál' Istennek már 4 cserénk is volt, és próbálunk minél több fiatalt bekapcsolni a játékba. Mennyire sikerül Simon tornyán megszervezni a fiatalok utánpótlását? Az utánpótlás képzés úgy mondom, hogy nagyon jó utakon jár. Elkezdtünk egy nagyon komoly pályán fölfelé haladni, és van egy nagyon jó kis csapatunk fiú vonalon, az U13-14-es csapatok nagyon jók, az Ámbó Tibi edző kollégámmal nagyon jól haladnak előre, és próbáljuk folyamatosan alájuk építeni a többi korosztályt. Ez a Simon tornyai kézilabda tulajdonképpen az MB2-ben szerepelt hosszú időn keresztül, és most valahogy kicsit, mintha kiöregedtek volna a játékosok. Hát így van, ezért nem is tudunk MB2-be indulni, mert kevesen vagyunk, és a csapat fele 40 fölötti játékosokból is áll, meg nagyon sok kezdő van. Tehát ez, aki látta a mérkőzést, látja, hogy van 3-4 ügyes játékosunk,
és a többiek pedig most kezdték, vagy pár éve kezdték, tehát abszolút kiegészítő szerepe, de nagyon ügyesen megállták a helyüket, meg fejlődnek folyamatosan, úgyhogy reméljük, hogy egyre többen leszünk, és egyre jobban fogunk játszani. Mikorra várható? Éveket várok, 1-2-3 éven belül, hogy fölkerül ismét Simon tornya méltó helyére? Felnőtt szinten nem tervezzük, egy komoly utánpótlás bázis szeretnénk létrehozni, azért dolgozunk minden nap. Magasabb osztályban nem feltétlenül kívánunk játszani. Két hét múlva tehát ismét Simon tornyán folytatódik a bajnokság, izgatottan várjuk a folytatást. 2018-ban lett világbajnok, és ezzel városunk egyik legeredményesebb sportolója, Mészáros Lili. Az ifjú karatéka azóta is keményen edz és küzd, hiszen szeretné megvalósítani az álmát, szeretne fekete öves lenni. Mészáros Lili 2008-ban 7 évesen kezdett el karatézni. 10 évvel később, 2018 júniusában folyamatos és kitartó munkájának eredményeképp világbajnok lett. Én nagyon sokáig ezelőtt táncoltam, ahol hallottam a karatéról. Ezáltal én szóltam a szüleimnek, hogy én nagyon ki szeretném próbálni. Voltunk is próbaedzéseken, ahol nagyon megtetszett ez az egész, és azóta is csinálom. Mikor volt ez? Hány éves voltál akkor? Hát 2008-ban volt ez, 7 évesen kezdtem. Az ifjú karatéka elárulta azt is, hogy nagyon sok mindent köszönhet a sportnak, többek közt kitartását és önfegyelmét, amit elsősorban edzőjének köszönhet. Emellett természetesen rengeteg élménnyel is gazdagodott a 10 év során. Karate által több országba is eljutottam, Romániába, Szlovákiába, és nem sokára Görögországba fogok eljutni. Lili legeredményesebb éve 2018 volt, hiszen ebben az évben állhatott fel a hazánkban megrendezett utánpótlás világbajnokság dobogójának legfelső fokára. Nagyon-nagyon izgultam a versenyen, mivel nagyon nagy létszámban voltunk jelen. Több mint 700 versenyző volt, és több mint 30 ország. Nekem ez nagyon-nagyon nehéz volt, hiszen ott volt az egyik legnehezebb ellenfelem, egy görög lány, de sikeresen legyőztem őt. És mi az, amit szeretnél elérni a sportban, meddig szeretnéd ezt űzni? Minél nagyobb eredményeket szeretnék elérni, és ha egyszer egy fekete öves karatés szeretnék lenni. És mennyit edzel te ahhoz, hogy jöjjenek ezek a jó eredmények? Hát versenyidőszakokban heti 6 edzésünk van, de átlagosan 4 edzésünk van. Ez egy igazán sikeres szakosztályról van szó itt Kalocsán, hogyha ha titeket megemlítünk, hogyha a Kyokushin karate szakosztályról van szó. Mi a titka ennek a sikernek, annak, hogy ugye nagyon szép eredményeket értek el, illetve annak, hogy ez folyamatos, tehát nem arról van szó, hogy egy kiugró év volt, és hú, hát most nagyon jó eredmények vannak, hanem hogy folyamatosan, rendszeresen ott vagytok a versenyeken, és nagyon jó eredménnyel tudnak szerepelni a versenyzőitek. Kérdésben már meg is volt a válasz, hogy folyamatosan készülnek a gyerekek, nagyon szorgalmasak, kitartóak, rendszeresen látogatják az edzéseket, és megfelelően motiváltak. Itt már az előbb kérdeztük, hogy mik lesznek a következő versenyek, hogyan zajlanak most a felkészülések, hiszen ugye hamarosan lesz is már verseny. Miben változik az edzések felépítése mondjuk ilyenkor, amikor egy versenyre készültök? Az idejében nagyon korán megkezdődnek a versenyek, február 2-án már a gyerekek részére országos bajnokságot rendeznek Szarvas városában, ahol 14-en fogunk elutazni. Így korán megkezdődött a versenyfelkészülés, heti 4 edzéssel készülünk erre a versenyre, illetve akik formagyakorlatba indulnak, azoknak még plusz edzéssel hétvégén is készülünk. Hogyan épülnek föl az edzések? Tehát mi történik attól a pillanattól kezdve, hogy megérkeznek ide a fiatalok a terembe? Hát ugyanúgy, mint más sportágokban, itt is megvan a versenyfelkészülésnek a ciklusai. Természetesen másfél órások az edzések, vagy két órások, és a gyerekek ugyanúgy bemelegítésekeznek, és a ciklusnak megfelelő edzésmódszerekkel képezzük őket a versenyekre. Itt említetted a forma gyakorlatokat is. Azokat hogyan szoktátok gyakorolni, tehát hogyan képzelje el ezt valaki, aki mondjuk nem látott még mondjuk ilyen bemutatót, mit kell ott csinálni, mire kell ezeknél a gyakorlatoknál figyelni? Minden karatéka, aki beiratkozik karatéra, megtanulják az alaptechnikákat, állásokat, ütéseket, csapásokat, védéseket, és ezzel kapcsolatos mozgáskoordinációs gyakorlatokat, hogyan kell ezekbe fordulni, előrelépni, hátralépni.
vannak olyan gyakorlatsorok, amiket japánok katáknak hívnak, azaz ilyen elképzett ellenfél elleni küzdelmek, a levegőbe ellenfél nélkül mutatnak be, és ugye ezekből is rendeznek versenyeket, minél tökéletesebbek legyenek ezek a mozdulatok, állások, csapások, és ezeket a bírók pontozzák, és a pontoknak megfelelően helyezéseket lehet elérni. Van olyan, aki mondjuk ezekben a formagyakorlatokban sokkal jobb vagy tehetségesebb mondjuk, mint a valós küzdelmekben? Korábbi években nagyon tehetséges kata versenyzőink voltak, aztán elmúlt 10 évben inkább küzdeni szerettek volna a fiatalok, és most megint igény van arra, hogy katázzanak. Katában nagyon eredményesek voltak már a tavalyi évben is. Ugye egy kisfiú, aki kvalifikációs versenyeken nagyon jó szerepelt, benne volt az első, második, harmadik helyekben, ő világbajnokságon is szerepelhetett katában. Ő 4 fordulót nyert, és utána úgymond vérzett el, így 4. helyezést ért el a világbajnokságon. Felnőttek között a Varga Sensei, őről hallottuk, ő egy szenior édesapuka, akinek 2 gyermeke is ide jár hozzánk edzésre. Ő még a mai napig elindul kataversenyeken, illetve küzdelembe is. A tavalyi évi teggálán a katában a 3. helyezést érte, illetve küzdem meg is nyerte. Az előbb említette Lili, hogy az az álma vágya, hogy ő fekete öves legyen. Mi kell ahhoz, hogy az ő barna övéből fekete legyen? Természetesen ez is nagyon sok gyakorlás. A Lilinek megvan az összes tanuló fokozata, ő egy barnöves első kiús karatéka, ugye nem fogom félteni a dan vizsgának küzdelemtől sem. Még egy kicsit csiszolni a technikáit, katáit, és ugye a felkészülés követően oda fog tudni állni, vizsgázni. Terveink szerint jövőre fog feketőre vizsgázni. Arról esetleg beszéltetek-e már, hogy itt marad-e nálatok az Egyesületnél, vagy esetleg máshol fogja folytatni ezt a jövőben, hiszen ugye mindig aktuális a továbbtanulásnál, illetve amikor felnőnek a fiatalok, hogy esetleg nem maradnak itt Kalocsán? Természetesen ez a sportág ugye egy hobbi sport, tehát nem egy profi sportág, ahol meg tudják fizetni a versenyzőket. Figyelembe kell vennünk a gyerekeknek ugye a továbbtanulást, illetve ezen fog függni a szakmája, illetve a jövője. Ebben nem tudjuk megakadályozni, hanem csak segíteni. Sok versenyzőnk van, aki ugye korcsoportot vált, iskolát vált, várost vált. Van rá lehetőség esetleg, hogy más szakosztályban, más városban is folytassa a versenyzést, hogyha így dönt. Február közepén megkezdődnek a küzdelmek a kézilabdásaink számára. A KKC csapatai éppen ezért már teljes erőbedobással készülnek a tavaszi szezon megmérettetéseire. A Magyar Kézilabda Szövetség honlapján már néhány hete elérhető a tavaszi szezon mérkőzéseinek beosztása. Éppen ezért nem véletlen, hogy a KKC csapatai teljes erőbedobással készülnek már a február közepén kezdődő megmérettetésekre. A fiúkkal már a felkészülés közepén járunk, ami azt jelenti, hogy megkezdtük az edzőmérkőzéseket. Az elmúlt hétvégén Tökölön egy kupán vettünk részt hasonló osztályú csapatokkal. A Csepel, a Budapesti Honvéd és a Tököl szerepelt. A Budapesti Honvédot magabiztosan vertük, a Tököllel döntetlet játszottunk, így gólkülönbséggel ezt a tornát megnyertük. Nem ez volt az első rendű cél. Szerettem volna mindenkinek egyforma időt, játék lehetőséget adni. Visszatért hozzánk Virág Roland, egy régi játékosunk, akinek a játékára nagyon számítok. Az ő játékát próbáljuk visszailleszteni újra a csapatba. Ezen a héten játszunk még a Baja ellen hazai pályán pénteken este 19:30. A jövő héten visszamegyünk Bajára, a 3. héten jön a Rácalmás, és megkezdődik 17-én a bajnokság. Barcson játszunk a Szatellit csapatával. A KKC vezető edzőjét arról is kérdeztük, hogy mennyire lesz nehéz dolguk a szezon kezdetén, illetve a fordulók eloszlásában. Itt nem is a nehézség foka az érdekes, hanem a riválisok, azok a csapatok az érdekesek, akikkel versenyben vagyunk. Az egy nagyon fontos szempont, hogy
hol van egyáltalán esélyünk idegenben nyerni, és pont ez az első forduló az, ahol szeretnénk pontot szerezni, pontokat szerezni, hogy jól kezdjük a bajnokságot, és ez a csapat szakadjon le a középmezőnytől. Ugye itt elhangzott az előbb, hogy van egy új játékosa most a KKC-nek. Vannak-e esetleg más változások, és mit lehet tudni az ellenfelekről, hogy ott történtek-e igazolások most a szünetben? Hát a szünetben nem is, a tévének még nem tudtam elmondani. Készült egy felmérés, ami arról szólt, hogy az elmúlt 3 évben az első csapat mindegyike 8-10 olyan játékost igazolt, aki magasabb osztályból, NB1-ből, NB1B-ből vagy külföldről érkezett hozzájuk. Mindez idő alatt mi egyetlen játékost nem hoztunk, és elvesztettünk 11 meghatározót. Ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz versenyben maradni egy ilyen mezőnybe. Ezt talán azért van így, mert rengeteg a külföldi játékos most Magyarországon, és az NB1-es külföldiek lenyomják a fiatalokat, és ezzel erősödik az NB1-B, az tovább nyomja az NB2-be a játékosokat, és ezáltal még ráadásul el is anyagiasodott a mezőny. Úgyhogy nagyon nehéz dolgunk van. Mi itt megpróbálunk, erőködünk saját játékosokkal, a fiatalok beépítésével, de nem könnyű. Ez lehet az oka annak, hogy néhány csapat visszalépett itt az NB2-es bajnokságtól, például a Dunaföldvár, ahonnan az említett játékos is idejött Kalocsáron? A Dunaföldvár az nem ez miatt lépett, mert a Dunaföldvárban 16-ból 13 igazolt játékos volt, tehát ők hazai játékerővel nem rendelkeztek. Ott nem tudták összetartani azt a csapatot, anyagi gondokkal küzdöttek, és ezért léptek vissza. Beszéljünk egy kicsit akkor a lányokról is. Mi a helyzet ott, hogyan zajlik a felkészülés, és mi várható a tavaszi szezonra, mire készülnek? Hát a lányokkal még nem tartunk ott, mint a fiú csapattal. Később kezdődik egy héttel a bajnokság, ráadásul a bajnokság elején nincsenek olyan fontos mérkőzéseink, hogy lényeges lenne a formaidőzítés. A lányok most ugyan az első helyen állnak, de ez is elhangzott többször, hogyha az utolsó fordulóba kikaptunk volna, akkor akár a negyedikek is lehettünk volna. Most a bajnokság az egy rájátszással zárul, ahol az első 4 csapat újra játsza magát, amivel én maximálisan nem értek egyet. Függetlenül attól, hogy mi most hol fogunk végezni, lehet, hogy nem leszünk az első 4-be sem, de nem szeretnék ennek a rendszernek se az élvezője, se a kárvallottja lenni. Az, hogy valaki elsőből tud negyedik lenni, negyedikből első, ez nem egy korrekt eljárás. Itt történt esetleg változás a csapat létszámában, összetételében? A lányoknál nem. A lányokkal folytatjuk azt a technikai képzésre alapuló munkát, amit most már évekkel ezelőtt megkezdtünk. Nagyon szorgalmasak, aranyosak, és majd meglátjuk, mi sül ki ebből. Térjünk vissza egy kicsit a fiúkra. Ugye itt több mérkőzés megint elhangzott, hogy ugye nagyon kevés cserével játszák a mérkőzéseket, volt, aki sérült is volt. Mi a helyzet ezekkel a sérülésekkel? Van esetleg olyan, aki majd nem tudja kezdeni a szezon? Hát sérülésekkel most nem bajlódunk. Egyéb gondjaink vannak. A Tóth Laci, aki felépült a sérüléséből, úgy néz ki, hogy mivel Kalocsán nem talált magának munkahelyet, elköltözik Pestre. Van 2 emberünk, a Zóvári Dani és a Baksa, akik meg át lesznek helyezve, úgy néz ki, Győrbe. Úgyhogy mindig jönnek a gondok, mindig újabb-újabb problémákat kell megoldani, de meg fogunk küzdeni mindennel. Ugye itt a Kalocsa-Kula barátságos mérkőzésen nagyon sok fiatalt láthattunk a pályán. Mi a helyzet a fiatalokkal, hogyan tudnak ők beilleszkedni ide a felnőtt csapatba, és esetleg vannak-e már olyan ifjú tehetségek, akik a jövőben majd becsatlakozhatnak ide a felnőttek közé is? Hát becsatlakozni, mindenki becsatlakozhat.
A lényeg az, hogy mi most már 10 éve egyfolytában a fiatalok beépítésére alakítjuk a munkánkat, formáljuk a felkészüléseinket. Ebben az elmúlt évben, nem árulok el titkot, az évjátékosa a Rumi Ádám lett, ő egy fiatal játékos. Hát eléggé régóta várunk arra, hogy eljusson idáig. Úgy néz ki, hogy benőtt a fejelágya, legalább félig. A többi fiatal is pont most Tökölön nagyon sok játék lehetőséget kapott. Az év felfedezettje a Schaffer lesz. Aki pedig nem szeretné megvárni a bajnokság első hazai fordulóját egy izgalmas kézimeccsért, annak ajánljuk figyelmébe a péntek esti 19:30-ban jelenő összecsapást. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazinunkkal egy hét múlva újra jelentkezünk. További szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!